azt fogjuk most vizsgálni, hogy a savas esőnek milyen hatása van a növényi szervekre, illetve megvizsgáljuk, hogy a miskolci eső savas eső-e. Veszünk két salátalevelet, amelyet kis apró vágásokkal, ütögető mozdulatokkal picit megvagdosunk. Majd mindkettőt belehelyezzük egy-egy petri csészébe. Az egyik most hagyjuk, hogy néhány percig, ha dolgozzon a kénsav, illetve a miskolci esővíz, és megfigyeljük majd a változásokat. Addig megnézzük, hogy milyen kémhatásúak ezek az oldatok. Nézzük először azt a petri csészét. Jól látható, hogy elszíneződött pirosra az indikátorpapír. Körülbelül az egyes kémhatásnak felel meg, tehát annak az oldatnak a kémhatása. A másik indikátorpapírral a másik petri csészébe nyúlunk. Úgy tűnik, mintha nem történt volna elszíneződés, de tegyük oda. Körülbelül 6-os kémhatásúnak felel meg az oldat. Vélhetően tehát az elsőként vizsgált petri csészében van a kénsav, a másodikban a miskolci esővíz. De vajon savas a miskolci esővíz? Azt mondják, hogy a savas esőt onnan számoljuk, hogyha 5-ös pH-jú, vagy az alatti a csapadéknak a kémhatása. Miután itt 6-os pH-t mértünk, ezért kimondható, hogy a miskolci esővíz nem savas eső. Megnézzük, hogy mi történt eközben a két levéllel. A miskolci esővizet tartalmazó petri csészében láthatóan ugyanolyan szép zöld maradt a levél, mint amilyen volt eredetileg, a vágások természetesen látszanak, míg a kénsavat tartalmazó petri csészében a vágások mentén a klorofil oldat elkezdett roncsolódni, és ott barnás elszíneződést tapasztalunk. Vagyis a savak roncsolják a zöld színanyagot, a klorofilt.